Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ismét egy 151-es, Robi 151-es epizóddal jelentkezem. Igaz, hogy szerda van, nem szoktam meló előtt melózni sokat, de most hát szép idő van, 7 ágra süt a nap, és úgy döntöttem, akkor a Mutarék földjén is megjárok egy kis részt, hogy lehessen veteményezni ezt-azt hagymát, meg salátát, vagy mit tudom, micsodát, fokhagymát. Úgyhogy épp ezért is adottam egy kis rövid. Hát, hogy mennyire lesz rövid, ezt nem tudom, hogy én mindig ugye azt mondom, hogy rövid videó, aztán lesz vagy 40 perc. Nem, megpróbálom az összrevágni, kicsit rövidre, jó? Én már nekiálltam itten kopicsúni, kapálógépezni. Na, hol látom? Nem is látom rendesen magamat. Na, itt talán jó lesz. Nekiálltam már kapálógépezni, és hát igen, ismét föltekerte a sok maszatot. Úgyhogy most ezért is megálltam, mondom, hogy bemegyek a kameráért, aztán egy kis rövid filmet csinálok ismét erről a 151-esről. És látjátok, ismét elten a gondjaimat, oda nézzetek. Hát ez a baj, mondtam, utána takarítsa le a földet, de hát nem igazán sikerült. Úgyhogy, ja, oda nézzetek, mekkora nagy gyökérdarabok, meg minden hülyeség. Ez a legrosszabb a kapálógépezésben, mikor ezt a sok hülyeséget összeszedi. Na, aztán onnétől kezdve már nem kapál rendesen, csak elcsúszik a föld tetején, mint most is ugye. Látható, hogy tele van maszattal. Ezt le kell szedegetni, más nem tudok csinálni, mert addig nincs értelme kapálni, mert csak föltekeri a maszatot. Úgyhogy egy kis rövid takarítás, aztán majd érkezem a kapálással.
Most kérem szépen, ennyi lett volna az a kis rövid videó a 151-es Robiról. Gyors leszek, mert időközben, mint látható, itt oldalt mellettem, a vállam fölött ismét itt egy csomag. Ez ma jött, nem tudtam róla, hogy ma érkezik, úgyhogy gyorsanak akkor egy csomagbontás is a mai nap, az a szerdán. Hát igen, mozgalmas napom lesz, mert még akkor délutános műzököt le kell tolnom. De nem probléma, ezek a videók nem tudom mikor fognak felmenni, de szerintem mai nap folyamán semmiképpen, mert ugyebár, ja, mert hát kapálógépeztem, videót kéne szerkeztem, még akkor még ki kéne bontanom ezt a csomagocskát. Nem fog menni, úgyhogy hát holnap után meglátjátok, ugye, mint mondottam, vagy nem mondottam? Lehet, hogy nem mondottam, csak ja, privát bírtam, most nem tudom kikkel levelezek, meg kikkel sem. Szombat délután sajnos elrendelték a műszakot. Már hétfőn bejelentették, ezzel boldogítottak minket el egy cseszve hetem, úgyhogy ez van sajnos, úgyhogy nem tudom szombaton mit fogunk csinálni, mármint szombaton szerintem semmit. Azért is gondoltam, hogy hétközi videóval megleplek titeket, ha persze számítotok rá, vagy igénylitek. Úgyhogy itt volt akkor a 151-es, amelynek itt most vége lesz, és akkor nem sokára bontok még egy csomagot is, jó, amelyben ismét egy flotta tag érkezett. Egy érdekes színű, bár azt hiszem van egy ilyen színű gépem, de ez most igen tetszett, úgyhogy egybe van, tehát elvileg tokkal vonóval, de majd meglátjátok, jó? Ha megnézitek a következő videót, amely nem tudom mikor fogom feltölteni, majd észre fogjátok venni, nem tudom. És lesz még majd egy kiruccanásom is, elvileg ajánlottak fel pár gépet, úgyhogy hát el kell mennem érte egy kicsit arrébb. Nem tudom, lesz az útról videó, gondoltam rá, hogy kéne csinálnom, nem lenne hülyeség, nem tudom, nézi az illető azt a videót. Elvileg ő is videózik, tényleg meg se kérdeztem tőled, hogy neked szól ez a pár strófa, hogy mikkel foglalkozol, legalább a linket dobtad volna be, hogy megnéztem volna a te oldaladat is, hogy mikkel foglalkozol te. És kíváncsi lennék rá. Majd írok egy e-mailt is, aztán akkor remélem abban átküldöd a linket, jó? Na, tehát lesz egy kiruccanásom is, és elvileg még nem, tehát azt mondta, megígérte, hogy nekem adja azokat a roncs halmazomat, bűvíti akarom mondani, roncs temetőmet, nem is temetőmet, hanem a halmazomat, úgyhogy majd ezt meglátjátok. Hát nem tudom, tényleg lesz az útról videó vagy sem, meglátjuk, mindegy, lényegte hagyjuk, még arrébben egy picikét. És akkor ennek a videónak itt vége volt, szépen muzsikált a gép, egyszer lefulladt, nem volt benne benzin, vagyis leállt, nem volt benne benzin, hát ja, az nem árt, ha van benne. Ugye többen is, nem is tudom, valamelyik a fűrész, vagy nem tudom, hol írtatok hozzá, milyen keverékkel hajtom a gépet, vagyis a fűrészeket, meg minden. Azt itt most is elmondom ebben a videóban, én soha nem méregetem, milliméterezgetem, millilitereszgetem, akarom mondani, nem fecskendőzöm, nem méregetem, meglögybölöm a kannát, meg azt is, aztán amilyen lesz, olyan lesz. Szóval én nem, itt nem 1/40, hát 1/40 közeli, jó, inkább így mondom, 1/1-ben is, most egy stíl adalék van. Hát az volt itt, ahol hirtelen azt öntöttem bele, a 151-esbe szépen dolgozott vele. Nincs mit hozzátennem. Többi gépet is így használom. Többi géppel se foglalkozok, nem méricskélek. Persze ezt nem azért mondtam, hogy kövessétek a példámat. Senki ne kövesse a példámat. Szépen méricskélek ki otthon, amit ő gondol, és akkor úgy hajtja meg, amit a gyári előírás szerint ott van, hogy 1/40, 25, mit tudom mennyi. Mindegy. Szépen méricskéljetek ki, az a tuti. De én akár, hogy is mondjam, akár ezt tettek, akár nem, soha, ezt láthatjátok videóimban. Most is kellettem kis benzint, bementem, lögyböltem egy picit bele, aztán kész. Aztán a partner, Damilosom, a B6261-es is 17 évet elment úgy. A Fuxim 4.-5. éve van nálam, nem tudom, most nem akarok hülyeséget mondani, az is ugyanígy megy. Az elején betartottam, ki volt méricskélve, be volt jelölgetve, azóta nem. Azóta csak, ami bejáró tudott egy picit, onnétől kezdve már körül, Sasper kábelre bekeverem, aztán kész. Jó, ennyi lett volna akkor a 151-es Robi, és akkor álljunk neki majd a másik videóban a csomagbontásnak. Mindenkinek a legjobbakat, csákány, sziasztok! Thank you.